Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és én is nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon nehéz ugye gyerekbántalmazásról úgy beszélni, hogy nem tudom, hogy a közönség soraiban ülők mennyire tájékozottak erről a kérdésről. Vannak, akiknek nagyon sokféle ismeretük van, tapasztalatuk, és vannak, akiknek kevesebb. Ezért megpróbálok részben elég alapvető ismereteket is elmondani gyorsan, és aztán néhány olyan dologról beszélnék, amit én kiemelten fontosnak tartok, és szeretnék időt hagyni arra, hogy interaktívá tudjuk tenni ezt az előadást, ne csak én beszéljek, hanem elmondhassák a véleményüket, vagy akár kérdésekre is nagyon szívesen válaszolok, hogyha tudok. Ugye a gyerekbántalmazás az látszólag nagyon is benne van a közgondolkodásban és a közbeszédben, de meglehetősen sematikus és egysíkú a legtöbbször az, amit a sajtóban olvasni lehet, vagy ami a médiából árad. Ezek meglehetősen egyoldalú megközelítések. Másrészt sajnálatos módon, amikor néhány évvel ezelőtt megvizsgáltuk, hogy a főiskolai egyetemi képzésben bármilyen típusú segítő foglalkozás keretében, és itt nagyon szélesen értelmezve a segítő foglalkozást a bölcsődgondozótól, a rendőrön, hát a jogászok, pszichológusok, pszichiáterek, orvosképzésen keresztül, hogy milyen mennyiségű és minőségű ismeretet adnak át a gyerekekkel kapcsolatos bántalmazás, erőszak témakörében, akkor azt találtuk, hogy minimális, van, ahol semennyi, és nagyon-nagyon eltérő mélységű és színvonalú az, amit megtanítanak. Ennek kétféle következménye van. Az egyik az az, hogy a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, akiket összefoglaló néven ugye segítő szakembereknek hívunk, nagyon sokszor egymást sem értik, amikor például egy-egy ügyben, egy esetkonferencia vagy esetmegbeszélés kapcsán eszmét kéne cserélnünk, mert teljesen más értelmezésben gondolkodnak a bántalmazás különféle formáiról, illetve a lehetséges megelőző és kezelő lehetőségekről, illetve nagyon sokan úgy érzik, hogy teljesen eszköztelenek, erről nem tanultak semmit, nem kaptak segítséget, és ezért amennyire csak lehet hárítják az ezzel való foglalkozást. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is célszerű és időszerű, hogy mindig át gondoljuk, hogy mi az, amit erről tudhatunk, mi az, ami erről egyre inkább szélesebb körben terjed, és ez ugye nem csak Magyarországon van így, hiszen a nemzetközi gyakorlatban is hihetetlen figyelem irányul a gyerekek elleni erőszak megelőzésére és kezelésére. Nyilván attól függően, hogy a világnak melyik részéről beszélünk, nagyon eltérő a legjellemzőbb vagy a legfontosabb vonatkozása ennek. Ugyanakkor a nagy nemzetközi szervezetek, így például az ENSZ gyermekjogi alapja, ugye az UNICEF, vagy a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete, vagy akár az UNESCO is, rengeteg szempontból foglalkozik a gyerekek elleni erőszakkal. Egészen pontosan ugye az ENSZ egészségügyi világszervezete úgy ítéli meg, hogy ez egy népegészségügyi probléma, amelyet nekik is fel kell vállalniuk, míg mondjuk az UNESCO szempontjából, pedig elsősorban az oktatás különféle ágazataiban próbálnak reflektálni arra, hogy hogyan lehetne minél inkább helyzetbe hozni részben a családokat, részben a szakembereket, hogy megvédjék a gyerekeket. Tehát én ma megpróbálok egy kicsit hát szélesebb és általánosabb kitekintést adni, és aztán persze nagyon szívesen akár részletekről vagy konkrét ügyekről is beszélhetünk. Ha már a WHO-t említettem, azt a világjelentésnek egy meghatározását idéztem, amelyet az erőszakkal és az erőszak és egészség kapcsolatáról adott ki a WHO 2002-ben, és ez máig nagyon meghatározó alapszakirodalom, sajnos nem fordították le magyarra. De ami nagyon fontos meghatározás, az egy kicsit provokatív is, hiszen Magyarországon elég könnyen születnek ítéletek arról, hogy ki erőszakos, ki nem, és kivel mit kéne csinálni ilyen esetekben. Noha a kutatások és az evidencia, a tapasztalás is azt mutatja, hogy nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem, noha adott esetben nagyon azonos nehéz körülmények között nevelkedtek, vagy súlyos bántalom érte őket magukat is. Az erőszaknak összetett okai vannak,
szerteágazó gyökerekkel, ezek lehetnek biológiaiak, társadalmiak, kulturálisak, gazdaságiak, érzelmek és politikaiak is, ami azt jelenti, hogy egy kicsit finomítani kellene azon az ítélkezési gyakorlaton, már úgy értem a közvélekedés ítélkezési gyakorlatán is, persze az igazságszolgáltatásén is, amelyik szeretné nagyon rövid úton és egyszerűen lezárni és elintézni ezeket a kérdéseket. A bántalmazás hatása, és ez is nagyon fontos dolog, amit nagyon sokszor alulértékelnek, lényegesen kiterjedtebb, mint azok az azonnali látható jelek, amelyeket mondjuk egy súlyos fizikai bántalmazás, vagy a szexuális bántalmazás okoz, amikor tehát külső látható nyomai vannak a bántalmazásnak. A bántalmazás és erőszak túlélői, ha nem kapnak megfelelő segítséget a velük történtek feldolgozásához, akkor a későbbi életükben nagyon sokféle problémával küzdenek, és nyilván számunkra a gyerekbántalmazás azért elsődleges jelentőségű, mert az a gyerek, aki kiskorában, kicsi gyerekkorában elhanyagolást, bántalmazást tapasztalt bármilyen formában, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy a verbális, tehát a szóbeli, érzelmi bántalmazás az sokszor sokkal nagyobb, sokkal mélyebb nyomokat hagy, mint a látható fizikai vagy szexuális bántalmazás, amivel nem szeretném azt mondani persze, hogy támogatjuk a fizikai vagy szexuális bántalmazást, épp ellenkezőleg csak azt szeretném jelezni, hogy a verbális bántalmazás is hihetetlen sebeket üt, csak ezek nem láthatók. Ezek a későbbi élet során nagyon-nagyon súlyos következményekhez vezetnek, és az esetek egy jelentős részében feltáratlanok maradnak, és ezért nem érthető, hogy anélkül, hogy egy teljes körű explorációt végezne valaki, hogy mi az oka annak, hogy valaki nem tud beilleszkedni, abba hagyja a tanulmányait, nem képes dolgozni, mondjuk pánikbeteg lesz, súlyos mentális problémákkal küszködik, depressziós lesz, súlyos életvételi nehézségei vannak, mondjuk partner kapcsolatokban, vagy a saját gyerekei nevelését elhanyagolja, vagy a gyerekeit bántja. Ha nem ismerjük az előzményeket, akkor erre nem találunk magyarázatot. És sajnálatos módon a viselkedések mögött a legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy a feldolgozatlansága, sőt sokszor a kiderülés hiánya, tehát az, hogy ez titok marad egy életen át, az meg tökéletesen akadályoz és blokkol valakit abban, hogy egy jól beilleszkedett felnőtt értelmes életet tudjon élni. Szeretném hozzátenni, hogy természetesen súlyos bűncselekményt elkövető esetében, mint amilyen mondjuk a bándikata gyilkosa volt, vagy amilyen ez a napokban ugye bíróság elé került meleg gyógyszerészt megölő fiatalembernek az ügye, az senkinek nem lehet kifogás, vagy felmentés az elkövetett borzalmak esetén, hogy ő neki nehéz gyerekkora volt, hogy állami gondoskodásban nőtt fel, hogy őt magát bántalmazták. De nekünk nagyon oda kell arra figyelni a gyerekekkel dolgozó szakemberekként, hogy lehetőség szerint egyetlen gyerek se kelljen, nem hogy csak hogy elszenvedjen bántalmazást és erőszakot, de ha ez megtörtént vele, akkor megfelelő segítséget kapjon ennek a feldolgozásához, ahhoz, hogy a lehetőségekhez képest épp és egészséges felnőtt legyen. A következő nagyon fontos következmény, amivel kevesen számolnak, hogy a gyerekeket érő erőszak és bántalmazás nem csak őket, hanem a környezetüket is érinti értelemszerűen, hiszen nyilvánvalóan a családtagokat, de nagyon sokszor akár másokat is, így például az osztálytársakat is, hiszen hogyha egy gyerek az elszenvedett bántalmazás következtében rosszul viselkedik, idézőjelben téve, tehát jelzi a környezetének, hogy segítségre szorulna, és ezt nem hallják, nem értik a jelzését, hanem ezt is a gyerek terhére róják, akkor nyilvánvalóan ő nem csak saját magával lesz bajban, és nagyon komoly sérüléseket szenved, de a környezete is kínlódni fog, ráadásul úgy, hogy a gyereket hibáztatják ezért. Nagyon gyakran felmerül az a kérdés, hogy vajon nőtte az erőszak cselekmények száma. Nagyon érdekes, hogy a közvélemény, a média, de sokszor még a szakemberek számára is úgy tűnik, mintha sokkal több erőszak történne ma, mint történt régen. A régen az, hát kinek az ízlése és meggyőződése szerint, ugye az őskortól napjainkig mindenféle régen volt. Volt, aki a boldog békeidőkre emlékszik 10-100 ezer évvel ezelőtt, ez világlátás vagy tájékozottság kérdése. Mindazonáltal, amit biztosan állíthatunk, hogy a mai világ semmivel nem erőszakosabb, mint a régi világ volt, sőt, én például szoktam mesélni, hogy az iskolai erőszak
esetén ezt nem szokták a pedagógusok örömmel hallani, már 17. századi komoly feljegyzések is vannak arról, hogy milyen brutális iskolai erőszak esetek voltak. Egymást a gyerekek például még az ablakon is kihaigálták, ami ma azért viszonylag ritkán fordul szerencsére elő. De egy biztos, hogy nem több erőszakos eset van, hanem a toleranciánk szerencsésen csökken, tehát kevésbé fogadjuk el, kevésbé toleráljuk, kevésbé ismerjük el a létjogosultságát az erőszaknak, és nyilvánvalóan a médiának az egy nagyon, tudom, hogy sokak által kárhoztatott, de mégiscsak nagyon hasznos eredménye, hogy ezek azonnal ismerté válnak. Hát hogyha Kínában néhány héttel ezelőtt ugye egy rettenetes eset volt, amikor kiderült, hogy 10-12 éves kislányokat egy 60 év feletti pedagógus sorba állította az ő tanári szobája előtt, és egyenként erőszakolta meg őket, rendszeresen egyébként. És ez szerencsésen kiderült, és ezt a tanárt most előzetes letartóztatásba helyezték. Azt csak zárójelbe érzem meg, hogy minden gyerek, minden érintett gyerek olyan családból érkezett, ahol a szülők sok ezer kilométerre dolgoztak, mert nem találtak helyben munkát, és ezért ezek a gyerekek vagy a nagyszülőkkel, vagy valami rokonnál szívességből laktak, tehát fokozottan kiszolgáltatottak és veszélyeztetettek voltak. De a történetet nem ezért mesélem el, hanem azért, hogy jelezzem, hogy az, hogy Kína egyik vidéki városában ez megtörtént, ez aznap az egész világ sajtót bejárta, mert nyilvánvalóan megtudtuk azt, amiről régen fogalmunk se lehetett volna, mert honnan a búbánatból tudhattuk volna, hogy a kínai hegyekben hány gyereket bántalmaznak, ugye. Most, hogy szerencsések vagyunk-e, hogy ezt tudjuk, vagy nem, ezt ki döntse el. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ezeknek az eseteknek a napvilágra kerülése, akár itthon, akár külföldön, az azt is jelenti, hogy talán többen megértik, hogy ez elfogadhatatlan, hogy ez semmiképpen sem igazolható, és hogy tennünk kell azért, hogy lehetőség szerint egyetlen gyerek se váljék áldozattá, ha rajtunk múlik, hogy ezt meg tudjuk előzni, vagy tenni tudunk ezért valamit. Tehát amit én fontosnak tartok, az az, hogy sokkal jobban látható, sokkal kevésbé tolerált, de nem hiszem, hogy több van. Egyáltalán nem hiszem, azt gondolom, sokkal kevesebb erőszak van ma, mint amennyi a régebbi korokban volt. Sokkal inkább elfogadott volt, akár a családon belül, akár kisebb közösségekben az, hogyha erőszak történt. Ugye Lloyd Mouse, a neves pszichológus, amerikai pszichológus, aki a gyerek bántalmazások felderítésének és elemzésének szentelte az életét, azt mondja, hogy a gyerekkor története az a gyerekabúzusok története, amiből csak most fogunk felébredni mostanában. Ez nem egy nagyon vidám kijelentés, de az ő elemzései alapján, hogy ahogy végigveszi a történelmi korokat, és hogy mikor, hogy bántak gyerekekkel, az elég meggyőző. Azt is hozzá kell tegyem, hogy mi itt, bár Kelet-Európában sokszor úgy érezzük, hogy mi nagyon hátrányos helyzetűek vagyunk, de ha a gyerekeink helyzetét nézzük a világ nagy részéhez képest, akár a gyerekmunka, akár a gyerekbántalmazás, a gyerekek kizsákmányolás, a gyerekprostitúció, a gyerekkereskedelem tekintetében, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig mondjuk a magyar vagy kelet-európai gyerekek kevésbé kiszolgáltatottak, mint mondjuk a dél-kelet-ázsiai vagy afrikai gyerekek. Ez nem szolgál vigaszul a mi bántalmazott gyerekeinknek, és nekünk sem. Csak azt szeretném jelezni, hogy az a képzet, az az érzet, hogy nagyon megnőtt az erőszakok száma, ez szerintem nem a tényadatokon alapszik, hanem a nyilvánosságon, illetve a tolerancia csökkenésén az erőszakkal kapcsolatosan. Azt is szeretném jelezni, hogy ez nem csak a gyerekekre vonatkozik, hiszen az elmúlt évtizedekben egyre többet lehet hallani, és egyre kevésbé elfogadott a nők elleni erőszak. Ugye ez általában abban az értelemben együtt jár a gyerekek elleni erőszakkal, hogyha egy gyereket nem is bántalmaz például az édesapja, de az édesanyját, vagy a nagymamát, vagy a nagypapát rendszeresen bántja, ha a gyerek ennek szemtanúja, az ugyanolyan bántalmazás, hiszen elszenvedi az erőszak látványát, a szeretteinek a bántalmazását, és rettenetes hatással van az ő további életkilátásaira. Tehát nem csak az áldozatot, a közvetlen áldozatot kellene segíteni, hanem nagyon fontos volna, hogy a gyereket, aki az erőszak tanúja is, segítsük. Ha egy gyerek úgy nő fel, hogy például a fogyatékos testvérét intézetbe adják, vagy a fogyatékos idős beteg rokont eltávolítják a családból, és azt látja, hogy nincs kegyelem annak, aki gyenge, vagy aki bajban van, akkor nyilvánvalóan ezt fogja megtanulni, és ez legalább olyan erőszak egy gyereken, még ha lelki erőszak is, mint hogyha verik, ami szintén nagyon rosszat tesznek ki, amint erre majd vissza szeretnék térni.
Ha gyerekbántalmazásra gondolunk, akkor sajnálatos módon a leginkább, és elsősorban a családi bántalmazás szokott előkerülni, mégpedig azért, mert értelemszerűen a gyerekeket a legtöbb esetben általában otthon bántják, mert jó esetben otthon van a legtöbbet. Azt nem szokták szeretni hallani a nők, de mégiscsak azt mutatja minden evidencia, hogy például a fizikai bántalmazás az anyák körében sokkal gyakoribb, mint az apák körében, aminek nyilván ugyancsak az az oka, hogy az anyák időben lényegesen többet töltenek a gyerekeikkel, és a felelősség is általában rajtuk van, különösen azokban az országokban, ahol a szülői feladatok nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg, mint például Magyarországon. De azt nagyon fontos hangsúlyozni, és gyerekekkel foglalkozó szakembereknek persze sokkal nehezebb ezzel dolgozni, de mégiscsak szembe kell azzal néznünk, hogy a gyerekeket nem csak a családban bántalmazzák, hanem nagyon sokszor gyerekintézményekben, így elsősorban például az iskolában, és nem csak a gyerektársaik, hanem nem egyszer a pedagógusok is. A megalázó bánásmód a gyerek számára, és ezt újra mondanám, vagy a kirekesztés, az ugyanolyan bántalmazás, mint hogyha fejét ütögetik, vagy hogyha nehogy Isten megerőszakolják, vagy molesztálják. Nagyon fontos, hogy a gyerekvédelmi gondoskodásban, szakellátásban élő gyerekek körében a bántalmazás rendkívül gyakori. Ennek sokféle formája van. Az egyik legsúlyosabb formája az maga rendszerbántalmazás, amikor nem vesznek arról tudomást, hogy a bekerült gyerek már előzőleg nagyon sokféle traumát szenvedett el, és ennek a kioldása, ennek a valamilyen módon a gyerek rehabilitációja nem történik meg. Ugye nem egyszer bekerülnek súlyosan bántalmazott gyerekek, akikről a gondozó hely nem is tudja, hogy mind mentek át, nem ismeri az élettörténetüket. Nevelőszülők szoktak beszámolni arról, de gyerek otthoni nevelők is, gondozók, hogy nem tudták, hogy a gyerek szexuálisan bántalmazott volt, vagy nagyon súlyosan verték. Ez akkor derül ki, mikor maga a gyerek elkezd bántalmazó módon viselkedni, vagy éppen áldozatává válik a többi gyereknek, mert mind a kettő azonos esélyű. Az, aki bántalmazást elszenvedett, az nagyon sokszor maga is bántalmazóvá válik, vagy ugyanúgy kiszolgáltatódik másoknak, mert hiszen megszokta azt, hogy ő, ha áldozatként viselkedik, akkor elfogadják, vagy elviselik őt. Most, hogyha erre nem figyel a rendszer oda, ha nem ad segítséget a bekerülő gyereknek, akkor nyilvánvalóan egyfajta értelmét veszi maga az ellátórendszer, de legalább ennyire gondot jelent, hogy utána megint csak a gyereket okolják azokért a magatartási tanulási nehézségekért, vagy amikkel küszködik. Azt ugye könnyű elképzelni, akár iskolai, akár gyerekotthoni körülmények között, hogy egy bántalmazott gyerek az olyan kevéssé tud arra figyelni, hogy a két ismeretlen egyenlet rejtelmeivel ismerkedjék, vagy éppen a kötelező irodalomban merüljön el, miközben a fejében állandóan az a film megy, hogy ő vele mi történt, hogy őt nem szeretik, hogy elutasították, hogy elhagyták a szülei, vagy éppen a szomszéd megtámadta a lépcsőházban. Ha ez nem kerül kioldásra, akkor nyilván ennek a gyereknek mindenféle nagyon súlyos mentális gondjai lesznek, vagy depressziós lesz, és minden meg ki megnyugszik, mert csöndben van, ugye, akkor nem okoz nagy gondokat. De hogyha ugye kiviseli magát, ahogy ezt szokták mondani, kiviselkedi magát, és rosszul viselkedik, és ő maga is agresszív lesz, akkor senki nem kíváncsi arra, hogy ennek mi az oka, hanem megpróbálják őt még jobban lenyomni a víz alá, ami nem nagyon szokott sikerülni. A nemzetközi szakirodalom szemben a magyarországi megítéléssel az egészségügyet is sok tekintetben bántalmazónak tekinti, különösen azokban az esetekben, amikor szükségtelen orvosi beavatkozások vagy vizsgálatokra kerül sor, vagy fájdalmat okoznak a gyereknek szükségtelenül, illetve hát ami nálunk elég gyakori, nem csak gyerekeken, felnőttek esetén is, hogy az egészségügyi szakszemélyzet nem ad megfelelő tájékoztatást arra, hogy mi fog történni és miért. És ilyen értelemben nyilván a gyerek szorongása, meg a szülő szorongása az mértéktelenül felerősödik, de ugyanígy bántalmazásnak tekinthetjük, amikor mondjuk egy gyereknek kórházban kell töltenie napokat, heteket, és a szülő nem maradhat bent vele, ami nyilván nagyon súlyos, vagy nem látogathatja elég sokat, nem lehet ott vele, amikor fájdalmas beavatkozások történnek, és így tovább. Ez ugyanúgy gyerekbántalmazás, még ha a magyar országi közvélekedésben ez nem is szerepel. Vannak aztán egészen extrém formák, ilyen a gyerekprostitúció, a gyerekkereskedelem vagy a gyerekpornográfiára való felhasználás. Ezekről nem akarnék ma részletesen beszélni. Az nagyon fontos, hogy Magyarország csatlakozott, nem csak a gyerekjogi egyezmény ugye része a magyar jogrendnek, hanem 2009. decemberében Magyarország aláírta a két úgynevezett fakultatív
jegyzőkönyvet. Az egyik releváns a mi szempontunkból, ugye a két ilyen három fakultatív jegyzőkönyve van most már az ENSZ gyerekjogi egyezményének. Az egyik az a gyerekek fegyveres konfliktus, olyan szerencsére minket nem érint, és reméljük, hogy sose lesz ezzel gondunk. Bár halkan és zárójelben megjegyezném, hogy a gyerekek katonai iskolába küldése 18 éves koruk előtt az tiltott eszerint, és éppen most Magyarországon valamiért az a képzet keletkezett, hogy ez egy remek ötlet, hogy gyerekek katonai középiskolába járjanak, de ezt szerencsére nem most is itt kell megbeszélnünk, de nagyon szívesen erről is elmondom a véleményemet, ha ez erre igény volna. A másik fakultatív jegyzőkönyv azonban nagyon fontos a mi szempontunkból, mert ez a gyerekprostitúció, gyerekkereskedelem és pornográfia elleni védelemről szól, és ebben a tekintetben Magyarország nem jeleskedik, hiszen ratifikáltuk ezt az egyezményt, és életbe is lépett 2010-ben, és azóta nagyon sajnálatos módon büntető törvénykönyv úgy módosult, hogy például prostitúció, gyerekprostitúció esetén a gyereket is áldozat helyett elkövetőként kezelik, ami megengedhetetlen, és minden nemzetközi egyezménynek ellentmond. Abban csak őszintén reménykedem, hogy mint tegnap olvastam valamilyen dokumentumban, Magyarország ugyancsak szerencsésen ratifikálni fogja az úgynevezett Lanzarotti egyezményt, amely az Európa Tanácsnak a gyerekkereskedelem, gyerekprostitúció elleni, illetve gyerekbántalmazás elleni egyezménye, és talán ez föl fogja a jogalkalmazók figyelmét arra hívni, a jogalkotókról nem is beszélve, hogy ellentmondás feszül az általunk elfogadott nemzetközi szabályok és a mi gyakorlatunk között. Ez nem példa nélküli, de jó lenne, legalább a gyerekek esetében nem így lenne. Tehát ezek a családon kívüli gyerekbántalmazási ügyek két okból fontosak nekünk. Egyfelől, mert szakemberként nyilvánvalóan ezzel ugyanúgy találkozunk, mint a családi erőszakkal, ugyanakkor sokkal nehezebben megközelíthetőek. Aki gyerekvédelemben vagy oktatásban dolgozik, de akár egészségügyben, az pontosan tudja, hogy már maga a jelzőrendszer működtetése is milyen nehézségekbe ütközik. Szakemberek, kollégák egymásról nem szívesen állítják, vagy írják le, azt végképp nem, hogy bántalmazták a rájuk bízott gyerekeket, legyen ez gyerekotthoni, nevelőszülői, vagy iskolai, óvodai, akár egészségügyi probléma. És ez nagyon nagy baj, mert ez azt jelenti, hogy az ő érthető szorongásuk az egy gyereknek, vagy sok gyereknek hihetetlen szenvedést és megoldatlan élethelyzeteket okoz. Tehát ezt meg kéne változtatnunk. Amit jeleztem már a szakmaközi és nyelvhasználati problémákban, az legalább ennyire jelentkezik az ágazatok közötti meg nem értésben. Ha megnézzük, hogy hogyan értékeli az egészségügy, népegészségügy, a gyerekvédelem, a családpolitika, a szociálpolitika, a büntetőjog, vagy akár a politika a gyerekekkel kapcsolatos bántalmazás, elhanyagolás kérdését, akkor azt látjuk, hogy ezek meglehetősen eltérő fogalmi keretekkel dolgoznak, nagyon eltérő szókészlettel, és ezért nagyon sokszor a süketek párbeszédére emlékeztetnek azok a megbeszélések vagy beszélgetések, amelyek folynak. Hozzá kell tegyem, a magyar jogalkotás nem harmonizált ebben a tekintetben, tehát amit például a gyerekvédelmi törvény világosan tartalmaz, azt nem feltétlenül, hogy például a büntetőjogász elfogadja. Ennek legkiválóbb és sajnálatos példája a gyerekek testi fenyítésének teljes tilalma. Ezt Magyarországon 2005. január 1-e óta a gyerekvédelmi törvény tartalmazza. A gyerek mindenféle testi fenyítése és megalázó bánásmód tilos a családban és a családon kívül is. Ugye ezzel az a probléma, hogy ennek ellenére ugye annak az egyik oka annak, hogy ez nem terjedt el, hogy úgy mondjam, az, hogy egyetlen forintot nem költött az elmúlt néhány kormány arra, ugye 2005 óta már elég sok kormány volt, 2-3 biztosan, hogy megismertesse akár a szülőkkel, akár a szakemberekkel, akár a gyerekekkel. Nem csak azt, hogy nem szabad őket ütni, hanem hogy mit lehet alternatíve, milyen fegyelmezési, nevelési technikákat lehet alkalmazni azért, hogy soha senkinek ne jusson eszébe egy gyereket megütni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy elég sok olyan büntető ítélet születik, amelyben a büntető bíró nem fogadja el a gyerekvédelmi törvényt rá kötelezően érvényes jogszabálynak. Tehát például félig agyonvert gyerek esetében is képes leírni jogerős határozatban bíróság azt, hogy a gyerek érdekét szolgálta, hogy a szülő félholtra verte, hiszen jót akart neki, és nevelési célzattal tette ezt. Ez nagyon érdekes
ilyen kognitív diszonanciára utal, amit csak jelezném, hogy ez nagyon fontos, hogy az ágazatok között is jó volna egyeztetni arról, hogy ki mit ért ezzel, most a tovább képzésekről nem is téve. Itt elhelyütt említés, de ezzel csak részben tudunk foglalkozni. Na most néhány kérdést írtam fel, amiket nem fogok most megválaszolni, csak azt akartam volna jelezni, hogy rengeteg köznapi kérdés is merül fel a gyerekekkel kapcsolatos erőszakkal kapcsolatosan, hiszen, és erről részben beszéltünk is, hogy nagyon izgalmas kérdés az, hogy hányan vannak azok a gyerekek, akiket erőszak ér, mi okozza ezt, mennyire súlyosak ezek a maga bántalmazás, illetve a hatása, kik az elkövetők, mi segít, mi nem segít, hol vannak azok a gyerekek, akiket bántalmaztak, hiszen hogyha az adatokat nézzük, akkor nagyon alacsony a rendőrségi statisztikában megjelenő, vagy az erőszak statisztikában megjelenő szám, az még a jéghegy csúcsának se lehet mondani. Illetve, hát amit próbáltam jelezni röviden, hogy milyen képzést kapnak azok, akiknek ezekkel a kérdésekkel foglalkozniuk kellene, illetve hogy kibiztosítja az ellátást. Ebben a tekintetben azt gondolom, széles körben megvalósul az intézményes abúzus, hiszen Magyarországon alig vannak olyan speciálisan képzett szakemberek, akik a bántalmazást elszenvedett gyerekek és az ő szüleik, illetve az elkövetők terápiáját, a nekik szükséges segítséget tudnák nyújtani megfelelő színvonalon és megfelelő specifikus irányultsággal. Most ugye a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan lehet megelőzni a gyerekek elleni erőszakot. Ebben a tekintetben az a nemzetközileg elfogadott és egyre inkább elfogadott álláspont, hogy olyan univerzális szolgáltatásokat kell nyújtani, amely megelőző célzattal minden gyereket elér. Ez látszólag nagyon nagy luxusnak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy ezek a megelőző szolgáltatások, ezek ugyanolyan szolgáltatások, mint amelyeket egyébként is nyújtanak a gyerekeknek. Itt arra gondolok, hogy a várandós gondozás, az örömteli és problémamentes gyerekszülés, illetve a gyerekek el nem választása a szülés után, tehát a rooming-in, a védőnői ellátás, a nagyon jó színvonalú koragyerekkori ellátások, a szülőtámogatás, mindenféle tekintetben, nem csak anyagi, hanem a szülői készségek fejlesztése tekintetében is, a korai felismerése, hogyha egy gyereknek valamilyen speciális szükséglete van. Ezeket mind univerzális szolgáltatásként lehet nyújtani, aminek az az őrületes nagy előnye van, hogy egyfelől a fajlagos költségei viszonylag alacsonyak, sokkal alacsonyabbak, mint a későbbi célzott, nagyon drága egyénre szabott terápiás szolgáltatás. A másik óriási előnye, hogy nem stigmatizál, tehát nem azt mondjuk, hogy kiválasztunk egy nagyjából ismert 10-15%-os különösen veszélyeztetett gyerekcsoportot, az összes gyerekből is nekik célzottan adunk szolgáltatásokat, mert az azt jelenti, hogy rásütjük azt a bélyeget erre a gyerekre már nagyon korai életkorában, hogy ő veszélyeztetett, és nyilvánvalóan ő rá úgy kell figyelni, hogy azt mindenki tudja, hogy ő súlyos rizikóknak van kitéve. Ha univerzális szolgáltatásokat nyújtunk, abban minden gyerek belekerül, ártani biztos nem fog senkinek, és ha ez jó színvonalú és a gyerek fejlődési szükségleteinek megfelel, akkor meglehetősen hatékony is. A következő státusz, vagy a következő szintje a beavatkozásnak az a célzottabb segítségnyújtás. Ugye ilyen esetekben az szokott a probléma lenni, hogy a szülő tagadja, vagy megpróbálja hárítani a segítségnyújtást, és nem akar elfogadni segítséget. A családon belül erőszakkal foglalkozó szakemberekkel ugye állandó vita folyik arról, hogy vajon például, hogyha két felnőtt ember között valósul meg erőszak, partner erőszak például, akkor van-e joga a külső segítő szervezeteknek vagy hatóságoknak beavatkozni ebben, vagy ez két felnőtt ember dolga, és bármennyire is sajnáljuk azt, aki ebben benne van, ha ő úgy dönt, hogy ő nem kér védelmet vagy segítséget, akkor neki nem lehet segíteni. Ezt a vitát nem szeretném most eldönteni, csak azt szeretném jelezni, hogy amennyiben gyerek érdekelt ebben, akár a partner kapcsolati erőszakban, akár gyerek elleni bántalmazásban, ott nincs mérlegelés. Tehát a gyereket meg kell védenünk a bántalmazás, elhanyagolás és az erőszak minden formájától, de az, hogy mit teszünk ebben az ügyben, az egyáltalán nem mindegy, hiszen a beavatkozások lehetnek jó beavatkozások, és lehetnek rossz beavatkozások.
Nem egyszer egyébként a nem beavatkozás is beavatkozás, hiszen azzal tulajdonképpen legitimáljuk és elfogadjuk az erőszak létét. Tehát az a szakember, aki félrenéz, és úgy gondolja, hogy neki nincs köze ahhoz, hogy a gyerek kék foltokkal érkezik, vagy váratlanul elkezd bepisilni egy olyan gyerek, aki egyébként szobatiszta volt, vagy láthatóan nagyon rossz kedvű, vagy fél, amikor meg akarja valaki simogatni a fejét, akkor elrántja, ugye? És úgy gondolja, hogy miköze neki ez, ő nem fog magán kellemetlenségeket okozni, mert az apuka nem akarta elismerni, hogy otthon valami probléma van, az maga is bántalmazza ezt a gyereket, hiszen azt erősíti, hogy az rendben van, hogy ez a gyerek küszködik és szenved, és ő szakemberként nem felelős a gyereknek a jól létéért. Ugyanakkor a rossz beavatkozások körébe tartozik az is, amikor a hatóság úgy ítéli meg, hogy ő kívülről megfelelő információk is ismertek hiányában, és biztonsággal tud arról dönteni, hogy mit kell tenni. Kiposztoltam a Facebookra néhány nappal ezelőtt, és kommentáltam is remek vitát generálva szerencsére. Egy hírt, ami arról szólt, hogy egy értelmiségi házaspár két fiatal úgy döntött az egyetem alatt, hogy ők kivonulnak a társadalomból, és valami ilyen önfenntartó öko életet fognak élni, aminek része volt, hogy a gyerekek persze nem jártak óviba iskolába, meg nem voltak beoltva, nem úgy gondolták, hogy majd ők tanítják őket, és volt egy nagyon hát mesebeli elképzelésük egy ilyen autark életről, ami hát nem sikerült, mert hogy nyilván ezt nem egyszerű megvalósítani. De a dolog egyik következménye az volt ugyan, hogy ők belátták, hogy ez nem fog menni, de addigra már a nagyszülőkhöz került a két, akkor már nagyobbacska gyerek, és a nagyszülők a hatóság segítségével megakadályozzák, hogy ez a két felnőtt ember, aki azóta munkát talált, visszaköltözött valami városba, született egy harmadik gyerekük, és feladták ezt a tervüket, egyszerűen megakadályozzák, hogy találkozzanak a gyerekeikkel, és a nagyszülőknek ebben segít a hatóság. Ez nem egy olyan beavatkozás, ami a gyerekek érdekét szolgálja. Lehet, hogy a szülőknek további segítségre van szükségük. Lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek fel kell dolgozni velük történteket, de az biztos, hogyha eltiltják őket a szüleiktől, és a nagyszülőknek segédkezet adnak ahhoz, hogy lezárják a szülők elől a gyerekekkel való kapcsolattartást, senkinek nem fog segíteni. Egyszerűnek tűnik, mert nem kell vele dolgozni, nem kell szolgáltatásokat nyújtani, de meg nem fogja oldani a problémát. A magyarországi rendszerben, de nagyon sok nemzetközi gyakorlat szerint is, az egyik nagy nehézséget az okozza a bántalmazás elhanyagolás kezelésénél, hogy nagyon kevés hatékonyság eredményesség mérés történik. Tehát a kollégáink, a szolgáltatók a legjobb tudásuk és legjobb meggyőződésük szerint segítenek, amit adekvátnak tartanak, amit tudnak, amit jónak tartanak, de az, hogy ezek a családok és gyerekek aztán jól vannak-e, hogy ez eredményes volt-e, hogy segítette, hogy elmúltak-e a bajok, ennek a visszajelzése, illetve a visszamérése az nem nagyon történik meg. A közelmúltban fejeztünk be egy olyan Európai Uniós kutatást, az Egyesület is része volt ennek, amelyben 5 országban vizsgáltuk, hogy a gyerekek elleni erőszak esetén történt beavatkozások mennyire voltak hatékonyak. Portugália, Németország, Svédország, Hollandia és Magyarország vett ebben részt, és az én legnagyobb megrendülésemre abban a Svédországban és Németországban, ahol hihetetlen, és Hollandiában hihetetlen összegeket költenek, a mi rendszerünknél sokkal-sokkal többet és sokkal tudatosabban gyerekbántalmazás megelőzésére, kezelésére szinte egyáltalán nem mérik, hogy ezek az úgynevezett jó gyakorlatok működnek-e vagy sem. Ez szerintem megengedhetetlen, és csak mondanám, hogy ma, amikor a szociális ágazatból, az oktatásból, sajnálatosan az egészségügyből vonják ki a pénzt, tehát kevesebb pénz van, mint valaha, és úgy tűnik, hogy amint olvastam valami kormányzati véleményt, hogy mi nem járulunk hozzá a gazdasági fejlődéshez, illetve az ország termelésének a nem tudom én micsoda felvirágoztatásához, mert ez ugye nem elég produktív, amit mi tevékenykedünk, nem fontos, csak a ipari termelés vagy az építkezés az, ami fontos, a mezőgazdaság. Ugyanakkor azt látni kell, hogy azokban az országokban, például az Egyesült Államokban, ahol komolyan gondolkodnak a pénzről, ott nagyon is mérik ezeknek a beavatkozásoknak a hatékonyságát és az eredményességét, és hogyha nem működik, akkor nem adnak rá pénzt. Ha viszont működik, akkor nagyon sok pénzt adnak rá, mert tudják, hogy minden egyes befektetett dollár vagy forint, ami a gyerekek jól létét és fejlődését szolgálja, az nagyon sokszorosan megtérül. Ugye közgazdasági Nobel-díjat kapott James Heckman, amikor kiszámolta,
hogy egy dollár kora gyerekkori programba való befektetés az Egyesült Államokban az a gyerek felnőtt korára 16,5 dollárt hoz. Mégpedig azért, mert a gyerekek tovább járnak iskolába, később hagyják abba az iskolát, kevesebb a tinédzser terhesség, sokkal kevesebb a bűncselekmény elkövetés, sokkal kevesebb gyerek válik függővé. Magyarán szólva azt mutatta ki, hogy a világon nincs olyan jó befektetés, mint a jó minőségű gyerekgondozás, nevelés, oktatás. Hát ezt noha elég régen már mondjuk és írjuk is, mintha a döntéshozók nem hallanák. Pedig az nagyon nagy baj, mert nekünk nem tiltakoznunk kéne az ellen, hogy a mi munkánkat mérik és értékelik, hanem éppen, hogy erőltetnünk kéne ezt, mert azzal tudnánk bebizonyítani, hogy bizony ezekre az ágazatokra nagyon nagy szükség van. És hogyha megelőzésbe, korai beavatkozásba, jó minőségű szolgáltatásokba sokat fektet az állam, akkor nagyon sokszorosát spórolja 15-20 éven belül, hiszen azok a gyerekek, családok egészségesek, boldogok, kiegyensúlyozottak lesznek, és mindannyian jobban járunk. De ugye ez úgy tűnik, hogy egy kicsit hosszú távú cél a legtöbb politikus számára. Nagyon gyorsan és nagyon röviden csak szeretném azokat az elméleti szempontokat felvetni, amelyek a gyerekbántalmazással kapcsolatban megkerülhetetlenek. Az egyik ugye a Gyerekjogi Egyezmény 3-as cikkeje, amelyik úgy szól, hogy a gyerekek legjobb érdekét, ugye hibás magyar fordításban mindenek felett álló érdekét kell tekintetbe venni. Itt azért problémás a fordítás, mert ezt 91-ben, amikor a magyar parlament ratifikálta az egyezményt, akkor hát még nem volt nagy gyakorlata ezeknek az angol szakifejezéseknek a fordításában, és mindenek felett állónak fordították, ami azért gond, mert például a bírói gyakorlatban ez nagyon sokszor nehézségébe ütközik a bíróknak, hogy ezt értelmezik, jogászoknak ez nagyon nehéz. Vannak olyan esetek az egyezmény szerint, amikor abszolút a gyerek érdeke mindent felülír, de nyilvánvalóan a gyerek legjobb érdeke azért szerencsésebb, mert lehetnek olyan érdekütközések, akár egy másik gyerekkel kapcsolatosan is, amikor nem biztos, hogy a mindenek felett álló érdek, hanem az optimális, a legjobb érdek az, ami számít. A másik nagyon fontos elméleti kérdés, ez a család integritása és a család privát szférájának a tiszteletben tartása, ami Magyarországon nagyon nehezen szokott menni ennek az értelmezése. Egyfelől mindenki úgy gondolja, hogy amikor őróla van szó, akkor senkinek semmi köze ahhoz, amit ő csinál, amikor viszont a szomszédról, akkor jöjjön a rendőrség, és azonnal intézkedjék. Tehát, hogy ezt azt gondolom, még egy kicsit szakmailag tovább kéne finomítanunk ezt a meglehetősen elnagyolt álláspontot, mert egyfelől én azzal nagyon mélységesen egyetértek, hogy mindenkinek a személyiségi jogait, a privátszféráját maximálisan tiszteletben kell tartani, de meg kellene határozni a szakmáknak közösen, és ez nem büntető jogi kérdés, és nem jogi kérdés első helyen, hogy hol vannak azok a határok, amiket nem lehet átlépni, mert olyankor valójában valamilyen módon be kell avatkozni. Az egy másik kérdés, hogy hogyan. Hogy ez nem feltétlenül rendőri beavatkozás, nem feltétlenül büntető jogi beavatkozás, hanem például segítségnyújtás felajánlása, vagy egy olyan kommunikáció, ami akár a bajba jutott elkövető számára is segítséget és elfogadható támogatást jelent. A másik kérdés az ugye az erőszak okai és kezelési lehetőségei, ahol Magyarországon sajnálatos módon sem az áldozat, sem az elkövető nem kap megfelelő segítséget. Ugye abban általában egyet szokott mindenki érteni, hogy az áldozatoknak valamilyen módon segíteni kellene, gyerekeknek különösen, bár felnőttek esetében is, de ha megnézzük az igazságszolgáltatás rendszerét, akkor azt látjuk, hogy az igazságszolgáltatás nem arra rendezkedett be, hogy az áldozatnak segítsen, az áldozatot ahhoz használja eszköznek, hogy be tudja bizonyítani az elkövetést. De valójában azok a történetek, amelyek arról szólnak, hogy mondjuk egy bíróság nem engedélyezi, hogy valaki, akit mondjuk egy gyerek, akit megerőszakoltak, azt ne szembesítsék azzal az elkövetővel két évvel később, amikor bírósági tárgyalásra kerül a sor, az egy nagyon súlyos intézményes bántalmazás. Egyszerűen azért, mert nem használják, nem értik, hogy használni kellene azokat a technikákat, amelyek egyébként Magyarországon is rendelkezésre állnak. Ugye a tavalyi évben például, amely az Európai Unióban a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve volt, ezt a magyar kormány is nagy szeretettel üdvözölte, és többek között az igazságügyi miniszter úr több ilyen úgynevezett kihallgató szobát avatott fel, ezeket lehetett látni a médiában. Ez nagyon jó dolog, a kihallgató szoba, ami ugye arra szolgálna, hogy a gyereknek egyszer kelljen elmondani a történetét, ne többször, és azt felvegyék,
és utána ez lejátszható legyen, és ne kell megjelennie szembesítésen, bíróságon, és ne kell a 37. nyomozási fázisban is újra megjelennie. Igen ám, csak az történt, hogy részben ezek a kihallgató szobák, hát nagyon sok feszültséget keltettek. Volt olyan rendőrkapitányság, ahol a büfét vették el a kedves kollégáktól, és mondjuk nem határtalan örömmel üdvözölték a kihallgató szoba kialakítását, de ez a kisebbik probléma. Nagyobb baj az, hogy annak ellenére ezt jeleztük a mindenkori kormányzatoknak, a kihallgató szoba önmagában nem oldja meg ezt a problémát. Ez az kellene, hogy mindazok, akik a gyereket meghallgatják, azok megfelelő felkészítést kapjanak erre. A nemzetközi gyakorlat, például mondjuk Svájcban, az úgy zajlik, hogy a bíróság gondolkozó, különféle jogalkalmazók, a rendőrség, szakemberek, a pedagógusok, a védőnők, a szociális munkások integrált képzést kapnak, és megtanulják, hogy hogyan kell egy gyereket meghallgatni, hogyan kell felderíteni azt, ami történt, és utána ezekben a kihallgató szobánkban ez megfelelően gyerekbarát módon történik. Tehát nem az a fontos csak, hogy ott baba és autó legyen, hanem ennél sokkal fontosabb, hogy az, aki meghallgatja őket, az gyereknyelven tudjon fogalmazni, értse, hogy a gyerek mit mond, vagy mit rajzol adott esetben, illetve hogy a gyerek bizalmát el tudja nyerni, és hagyjon időt a gyereknek arra, hogy megnyíljon és elmesélje azt, ami vele történt, de ezt ne kelljen többet megismételnie. Boldogabb országokban egy nagyon sikeres, eredetleg amerikai, de Izlandból híressé vált, ugyan egy gyerekház program vált elterjedté, amelyik nem csak az igazságszolgáltatásra fókuszál, hanem olyan helyeket alakítottak ki, ahol nem csak a gyerek kihallgatása, hanem az orvosi vizsgálata, a pszichológiai támogatása, a családsegítés is ott helyben történik. Tehát nem a gyerek vándorol a különféle szolgáltatók között, hanem ezek az szakemberek jönnek oda ebbe az úgynevezett gyerekek házába. Érdemes megnézni az interneten, nagyon sok az izlandi a legizgalmasabb, és az ennek egyik apukája vagy kialakítója az az izlandi gyerekvédelmnek a vezetője, Bragi Grundbrandsson, aki erről egy kiváló tanulmányt is írt az Európa Tanácsnak, erről a gyerekházról és ennek az elterjesztéséről. Nagyon izgalmas volt a magyar rendőrséget, és próbáltuk ösztönözni, hogy pályázzunk együtt valamilyen EU-s pénzzel, és csináljunk Magyarországon is ilyet. Nagyon-nagyon sokat segítene, természetesen a képzésekkel együtt. Amit azonban jelezni szeretnék, hogy az áldozatok segítésének a hiánya az ugyan nagyon fájdalmas, de csak az egyik fele a történetnek. A másik fele az, hogyha az elkövetőtnek nem segítünk, hanem csak sok évre bezárjuk őt, akkor ezzel a megelőzésnek a lehetőségét veszítjük el, hiszen nyilvánvalóan az a legjobb megelőzés, ha nincs elkövető. De elkövetőnk akkor nem lesz, ha őt azon kívül, hogy bezárják, és ott a közvélekedés szerint nagy örömére mindenkinek majd megerőszakolják, tönkre teszik, agyonverik, ha ehelyett például inkább segítséget lehetne abban neki nyújtani, hogy értse meg, hogy nem szabad másokat bántani, és ezt meg lehet tanulni, hogy valaki a saját haragját, feszültségeit, bánatát, indulatait, vagy nehogy Isten szexuális késztetéseit kezelni tudja. Nagyon sokféle technika van, ezek mind nagyon fáradtságosak, egyénre szabottak, nagyon ellentmondásos eredményekkel járnak, de ha nem próbáljuk meg, akkor azon kívül, hogy a magyar közvélemény vágyakozásai szerint vissza kéne hozni a halálbüntetést, hogy örökre mindenkit bezárni, ami egyik sem esélyes, mégiscsak azzal kéne megbarátkoznunk, hogy ezek az embereknek reintegrálhatónak kellene lenniük, viszont a gyerekeket és másokat nem veszélyeztethetünk az ő erőszakos cselekedeteikkel. Van egy további probléma, amivel Magyarországon sajnos nem kell számolnunk, de nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban nagyon kínzó kérdés, ez pedig az, hogy egyre többet tudnak arról az emberek, hogy mi mindenféle szükségleteik lehetnének nekik, és milyen szolgáltatásokra tarthatnának igényt, például áldozatként, erőszak áldozataként, de ugyanakkor ezekre a felkeltett igényekre nincsen elég ellátás és szolgáltatás. Magyarországon sincsen elég szolgáltatás, de úgy érzékelem, hogy nagyon sokszor még a legsúlyosabb személyiségállapotban levő áldozatok se tudnak vagy akarnak segítséget kérni, vagy azok a szülők sem kérnek segítséget a gyereküknek, akik pedig tudják, hogy a gyereknek erre szüksége legyen, mert ez Magyarországon stigmatizál, szégyen, ha egy gyerek pszichológushoz vagy pszichiáterhez jár, az megbélyegzi
a gyereket, illetve az egész családot, ahelyett, hogy bátornak és nagyon nagy tudásúnak tekintenénk azt, aki képes arra, hogy felismerje, hogy valamilyen szükséglete, hiány, szenvedés, valamilyen segítségre van szüksége, és ezt el tudja fogadni. Tehát ez nagyon fontos volna, hogy ebben az ügyben erőrelépés legyen. Nyilvánvalóan egyfelől sokkal többet kéne tudni arról, hogy mi minden lehetőség áll rendelkezésre, a rehabilitálódásra, az okozott károk kompenzálására, másrészt azonban ezeknek elérhetőknek kéne lenni. Az nem normális, hogyha az ország nagy részén valakit bántalmazás ér, akkor 2 hónapon belül nem tud állami pszichológiai segítséghez jutni, mert egyszerűen olyan várakozó listák vannak. Hát nyilván egy szexuális bántalmazást elszenved egy gyerek, akit egy fél év múlva vihetnek majd el hetente egyszer egy órára terápiába, annak nem nagyon sokat tudunk ezzel segíteni. Tehát ezen a téren biztos, hogy lényegesen többet kellene lépni. Mi az, ami segít? Elsődlegesen és kiemelten a szülők támogatása mindenféle értelemben. A közelmúltban fejeződött be egy európai vizsgálat arról, hogy az Európai Unió országaiban ezt az Eurofund, az Európai Unió élet- és munkakörülményeit vizsgáló kutatóintézete végezte. Magyarország is részese volt, a Tárki Tudok volt a magyar partnerük. Azt vizsgálták, hogy az Európai Unió országaiban a szülők milyen fajta támogatásokat kapnak. Itt nem pénzbeli támogatásról, hanem a szülőképzés, szülőségnek a segítéséről volt szó. És Magyarországon megrendítően kis számú és nagyon kis hatókörű programról lehetett számot adni abban a tekintetben, hogy akár a születés, a gyerek születését megelőzően, azt követően a szülők milyen segítséget vehetnek igénybe, hogyha úgy érzik, hogy az ő szülői készségeik, ismereteik nem elégségesek. Ezt Magyarországon nem illik részben bevallani, részben szégyen, ha valaki azt mondja, hogy ő nem érzi elég felkészültnek magát a szülői feladataira. Pedig meggyőződésem, hogy a szülőség az nem egy velünk született képesség, hanem egy meglehetősen komplex tanult képességünk, aminek ráadásul a megújítására ugyanúgy vonatkozik az élethosszígtartó tanulás, mint bármi másra, mert hiszen olyan gyorsan változnak az elvárások, és olyan mértékben nőnek a szülőkkel kapcsolatos elvárások, és egyre többet tudunk a kutatásokból és a gyerekek fejlődési szükségleteiről, hogy bizony ezeket finomítani, továbbfejleszteni kell. Tehát az nagyon nagy, a legjobb, a legolcsóbb és a legegyszerűbb, és mégis a leghatékonyabb módszer az volna, ha minden szülőt segíteni tudnánk abban, hogy elég jó szülő lehessen. Nem kell tökéletes szülőnek lenni, de jó szülőnek lehet lenni. Azt a megjegyzés azért tenném, hogy ahhoz, hogy valaki jó szülő legyen, nem, ez nem iskolai végzettség, vagy szociális helyzet, vagy népcsoporthoz tartozás kérdése. Nagyon magasan kvalifikált, nagyon jó módban élő emberek között is rettenetes szülői attitűddel rendelkezőket találhatunk. Ehhez nem kell hátrányos helyzetűnek lenni. Éppen az a baj, hogy Magyarországon a középosztály, felső középosztály nem ismeri, vagy nem ismeri el, vagy fel, hogy bizony nagyon sok esetben nem tud a gyereknek elég jó szülőként funkcionálni, ami nem kéne, hogy szégyen legyen. Az a baj, hogy az nem általánosan elfogadott része a kultúrának, hogy ilyenkor segítséget lehet kérni. Önsegítő csoportba járni, szülőkiskolájába járni, szülőklubba járni, most a médiáról nem is beszélve, ahol akárhányszor az elmúlt évtizedekben javasoltunk ilyenfajta, ilyen anti-Mónika sókat, ahol azt próbál, vagy nem tudom, Balázs sókat, ilyen, amiben azt próbáltuk volna megmutatni, hogy lehet erőszakmentesen jó megoldásokat, nyertes-nyertes megoldásokat állni. Azt mondták, az összes televízió, ez halál unalmas, és senki nem nézné, mert azt szeretik, amikor lepofozzák egymást az emberek. Én erről más gondolok, de ez mindegy, mert nem nálam van a televízió kulcsa. Gyerekek tanítása. Ebben a tekintetben azt gondolom a legfontosabb tévedése a magyar közgondolkodásnak is, hogy sok ilyen van, hogy a gyerekek abból tanulnak, amit mondunk nekik, pedig aki gyerekekkel foglalkozik, az pontosan tudja, hogy a gyerekeknek teljesen mindegy, hogy mit mondunk, ha más csinálunk. A gyerek abból tanul, ahogyan mi viselkedünk. És én ezért szoktam meglepőnek találni, amikor pedagógusok, szülők sírnak, hogy ők eszköztelenek, és muszáj pofozni a gyereket élete halára, mert nem tanul ugye abból, amit mondanak neki. Hát ha azt látja, hogy a szülő, a pedagógus álnok, nem őszinte, nem tisztességes, nem maga se tud a saját feszültségeivel és problémáival mit kezdeni, akkor miért várnánk azt egy gyerektől, hogy ő másképpen fog viselkedni. Tehát a gyerekek abból tanulnak, amit mi
mutatunk, és ahogy mi viselkedünk. Ráadásul ez meglehetősen hatékony és nagyon olcsó technika, tehát érdemes volna ebben a tekintetben tovább lépkednünk. Ez azért fontos, mert ha egy gyerek erőszakmentességet tapasztal a saját környezetében, és a konfliktusoknak a megoldását erőszakmentesen tanulja meg, akkor nem fog ő maga erőszakosan viselkedni, és sokkal védettebb lesz egyébként az erőszakkal szemben is. Itt kérdezte tőlem valaki a előadás előtt, hogy lehet a média erőszaktól megvédeni a gyerekeket. Az a kutatás és evidencia álláspont, hogy az a gyerek, aki érzelmileg ellenálló képes, tehát aki szeretetben, elfogadásban nőtt föl, és bízhat a körülötte levő felnőttekben, annak nem árt a média erőszak, mert vagy nem érdekli, mert nem fogja megnézni a sületlenségeket, vagy úgy nézi, mint az állatkertbe a zsiráfot, hogy nagyon érdekes, de őt nem fogja ez a dolog elérni, mert nyilván nem lesz attól agresszív, hogy azt látja, hogy emberek, nem tudom én, lézer borzalmakkal lövöldözik egymást halomra, vagy kegyetlenkednek egymással. Az a tapasztalás, és ez nagyon fontos, sokszorosan megismételt kutatási tapasztalat, hogy sem a média erőszak, sem egyéb erőszak nem azt a gyereket nem tudja elérni, aki immunis érzelmileg. Ez ugyanolyan, mint a jó oltás megvéd az erőszak ellen, de természetesen ebben nagyon sok munkát kell befektetni. Amit említettem, hogy a szakembereket föl kéne készíteni, de ez kevés. A szakembereknek folyamatos továbbképzés, szupervíziót és támogatást kell nyújtani. Nagyon jó példának tartom, nem tudom, hogy mennyi idő van, hogy elcsúszok az idővel. Nagyon jó példának tartom a... Még? Kicsi? Nagyon jó példának tartom azt a belga találmányt, amit próbáltunk itthon is megvalósítani. A Kék Vonal egy időben csinálta, de természetesen nem kaptak aztán rá pénzt, amikor a pályázat kifutott, hogy talán emlékeztek rá, hogy amikor Belgiumban ez a szörnyűséges Dutro gyilkosság volt, amikor ugye egy pedofil több gyereket megölt, illetve pincébe zárva tartott évekig, és nagyon nehezen találta őt meg a belga rendőrségben, nagyon elbénázták a nyomozást, és a szakemberek nem voltak a helyzet magaslatán, akkor egy nagyon komoly átvizsgálása és elemzése történt a belga, illetve a francia rendszernek is, mert hogy ott a határon átnyúlólag zajlott ez az ügy. És az egyik dolog, amit kitaláltak, az az volt, hogy egy olyan segélyvonalat állítottak fel szakembereknek, amely név nélkül hívható, mert a kutatások, illetve a vizsgálat azt bizonyította, hogy a szakemberek egy része nem mer tájékozatlanság vagy bizonytalanság esetén segítséget kérni, mert úgy gondolja, hogy a kollégái vagy a főnöke azt fogják hinni, hogy ő nem alkalmas, hiszen nem tud mindenre választ adni. Ezért egy olyan ingyenesen hívható professzionális segélyvonalat létesítettek, amit bármilyen szakember, hogyha erőszak gyanújával találkozik, és úgy véli, hogy nem biztos benne, hogy itt lépni kéne, illetve hogy mit kéne lépni, akkor ezt fölhívhatja. Ez azért zseniális dolog, mert ez azt jelenti, hogy ha valaki gyanakszik, de nem akar ugye intézkedni úgy, hogy aztán ő maradjon szégyenbe, nem meri leírni azt, amit tapasztal, mert úgy gondolja, hogy nem biztos benne. Vagy ami Magyarországon a legnagyobb probléma, hogy 100 kilométeren belül nincsen, akitől megkérdezze adott esetben, hogy jól látja vagy sem. Egy ilyen segélyvonal ma a mobiltelefonok korában úgy megvalósítható, hogy azoknak a szakembereknek, akik a vonal másik végén vannak, nem is kell egy helyben ülniük, ugye, ahogy ez régen volt, ugye, hogy a segélyvonalnál ott ült valaki a vonalas telefonnál, ma már nyugodtan átirányíthatók ezek mobiltelefonra, tehát ha valakinek orvosi segítségre van szüksége, mert azt szeretné megtudni, hogy bizonyos ütésnyomok azok utalhatnak-e bántalmazásra, akkor fölhívhatja mondjuk a tanárurat, hogyha pszichológiai segítségre van szüksége, akkor fölhívhatja az Eszter Alapítvány munkatársát, ha egyéb jogi segítségre van szüksége, és így tovább, és így tovább. Ez egy hihetetlenül jó megelőzési és kezelési lehetőség. Azt csak kutatóként persze hozzátenném, hogy nyilván engem az is nagyon foglalkoztat ebben, és ezért is nagyon szeretnénk mi magunk is egy ilyet működtetni, hogyha nyernénk egyszer erre valamiféle pénzt, mert ugye a másik nagy előnye a politika, a szakpolitika
formálóinak, és nekünk az volna, hogy össze lehetne gyűjteni ezekből a kérdésekből azokat az ismereteket, hogy ki minek milyen ismerete, már nem személy szerint, de hát szakma szerint milyen ismeretek hiányoznak, milyen készségek hiányoznak, hol vannak a legnagyobb gondok, akár területileg, akár szakma részterületen, és akkor azokra lehetne jó választ adni, azokat el lehetne terjeszteni, publikálni lehetne a szükséges információkat, hiszen ezek rendelkezésünkre állnak. Nyilvánvalóan nagyon fontos lenne, hogy ha valakit bántalmazás ér ma Magyarországon, gyereket, meg különösen, akkor ismert és elérhető legyen sokféle intézményes ellátás, szolgáltatás, ezt ma sajnálatos módon nem mondhatjuk el. Nagyon gyakori az, hogy nagyon súlyosan bántalmazott gyerekek esetében is, akár a szakemberek is kétségbe esetten kovályognak a rendszerbe, hogy találjanak egy olyan speciálisan képzett pszichológust, mondjuk klasszikus példája ennek a szexuálisan bántalmazott gyerek. Annak ellenére például, hogy az Eszter Alapítvány munkatársai az évek alatt rengeteg helyen képeztek, vidéki városokban, kisebb településeken is, azért döntően hozzájuk küldik Budapestre, mondjuk Szabolcs megyéből, vagy Baranyából is az érintett gyereket, ami nyilván fizikailag se kivitelezhető, és nincs is semmi értelme, hát az volna fontos, hogy ott helyben, ahol a gyerek lakik, legyen szakember. Én nagyon elkötelezett híve vagyok a helyreállító technikáknak, akár a tettes áldozat mediációnak, akár a családi csoportkonferenciának. Úgy tűnik a nemzetközi gyakorlatból és kutatási eredményekből, hogy még nagyon súlyos erőszakok esetén is nem a klasszikus mediáció, hanem a tettes áldozat mediáció, illetve a családi csoportkonferencia borzasztó sokat segíthet. Mert azok, akik ott ülnek ezen a mediáció, nem csak a tettes és az áldozat, hanem döntően a gyerekek esetében az őket képviselő szülők, vagy más felnőttek, és egyéb rokonok, ismerősök, szomszédok, kollégák, azok meg tudják védeni a következőkben a gyereket szemben a rendőrséggel, amelyik bárha nagyon szeretne segíteni, de nyilván 24 órára nem állíthatod a minden bántalmazó gyerek mellé egy erre felkészített szakembert, aki meg tudja védeni az érintett gyereket. Tehát itt nincsen másfajta segítségi lehetőség, és ezt a leggazdagabb országok is belátták, mint hogy a közösségben, a szűkebb, tágabb családban, a szomszédságban alakuljanak ki azok a technikák, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerek tudja, hogy kinek szól, hogyha valami bántalom éri, hogy tudja, hogy bízhat a tanárában, a szomszédnéniben, hogyha véletlenül a szülei nem megbízhatóak, mert ők éppen azok, akik a bántalmazást elkövetik, de ugyanígy, hogyha egy gyereket iskolában vagy bárhol máshol bántalom ér, akkor tudja, hogy ő számíthat a gyerekjóléti szolgálata, a védőnőre, a házi orvosra, arra, akinek az a dolga, hogy neki segítséget nyújtson. 2006-ban az ENSZ főtitkára fölkérte Pinheiro professzort, ő egy brazil, nagyon ismert erőszakkal foglalkozó szakember, hogy készítsen egy nagy átfogó vizsgálatot a gyerekek elleni erőszakról, és ez a jelentés nagyon meghatározó a területen. Pinheiro professzor azzal kezdte ezt a jelentést, hogy azt mondta, hogy semmiféle erőszak nem igazolható, és minden erőszak megelőzhető. Erről próbáltam meggyőzni a jelenlevőket, és remélem, hogy sikerült is. Köszönöm szépen a figyelmet!